Na, sok szeretettel üdvözöllek. Kérdésekre fogok válaszolni, amiből remélem, hogy te is sok tanulságot fogsz tudni levonni. Az első kérdés az úgy hangzik, hogy mikor érdemes vásárolni, mennyire lényeges az időzítés és a trendek az ingatlan piacon. Nos, én úgy gondolom, hogy az időzítés az minden befektetési döntésnél rendkívül fontos. Most itt meg kell különböztetni, hogy viszonteladási céllal, vagy pedig bérbeadási céllal szeretnél vásárolni. Én úgy gondolom, hogy ha bérbeadási céllal szeretnél vásárolni, akkor az időzítés az fokozottan fontos lehet. Mindjárt mondok is erre egy példát. Egyrészt ugye nyilván a megtérülések miatt a bérleti díjaknak az emelkedése, csökkenése, illetve az ingatlanáraknak az emelkedése és csökkenése, azok nem mindig követik egymást. Előfordul például, hogy az ingatlan árak azok csökkennek, ugyanakkor a bérleti díjak pedig emelkednek. Erre már többször volt példa a történelemben. Például itt erre lehetne egy olyan esetet említeni, amikor ugye itt komoly hitelbedőlések voltak, sokan elveszítették a lakásukat. Itt a hitelbedőlések azok az ingatlanpiacnak, a hitelválság az ingatlanpiacnak a visszaesésével járt, tehát az árak csökkentek. Ugyanakkor viszont, mivel sokan saját otthon nélkül maradtak, ezért megfelelő bérlakásokat kerestek, és a bérleti díjaknak a mértéke nemhogy nem csökkent, hanem kis mértékben talán még emelkedett is, legalábbis a lakóingatlanok esetén. Az üzleti ingatlanoknál ez a trend ez viszont fordított volt, mivel ugye itt a gazdasági nehézségek miatt az üzleti ingatlanokat kevésbé keresték az emberek, ugye abban az időszakban, ugye itt a 2008 utáni időszakra gondolok, nagyon sokan elveszítették a munkahelyüket. És hát ugye ez a pandémia időszaka, ez is ugye egy érdekes szituációt teremt, mind itthon Magyarországon, mind pedig külföldön. Ugye nagyon-nagyon megérzik a pandémiát azok az országok, akik az idegenforgalomból élnek. Tehát ezeknél az országoknál kifejezetten megfigyelhető, hogy az ingatlan árak csökkentek. Ugye eleve a turisták, akik az egyik legnagyobb felhajtói bizonyos területeken az ingatlan piacnak, ilyen például Ázsia, tehát én személyesen Tájföldön vagyok érintve. A Tájföldre körülbelül másfél éve nagyon korlátozottan lehet beutazni. A legtöbb hotel másfél éve zárva van, egyedül a karantén hotelek vannak nyitva. Töredék turista érkezik az országba, és hát bizony ez az ingatlan forgalmat negatívan befolyásolja. Tehát ennek köszönhetően az árak estek. Na most ugye itt rögtön egy jó kérdés, hogy ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog. Hát hogyha egy ilyen pandémiás időszak előtt vásároltál, és mondjuk most szeretnél eladni, akkor ez nyilván egy rossz dolog. Viszont hogyha te egy olyan befektető vagy, aki folyamatosan keresi a lehetőségeket, és ha vásároltál is korábban, de újra szeretnél vásárolni, befektetni, akkor én úgy gondolom, hogy ez az időszak egy rendkívül jó időszak lehet vásárlásra. Most ugye Tájföldet mondtam példának, de ezen kívül ugye több más országról is el lehet mondani ugyanezt. Tehát ez egy ideális időpont lehet a vásárlásra, mivel az árak egy picikét lentebb vannak, valóban a bérleti piac sem működik megfelelően. Viszont az, amit vásárláskor meg tudsz nyerni, tehát ez mondjuk forintba számolva, most konvertáljunk forintra, több millió forint
vagy akár 10 millió forintos nagyságrendet is jelenthet bizonyos esetekben, annyival olcsóbban tudsz venni, mint normál körülmények között. Ez mindenféleképpen egy olyan összeg lehet, ami hosszú távon egy jelentős profit potenciált fog számodra jelenteni, hiszen az az összeg, amit ma megtakarítasz, az olyan, mintha a jövőben megkerested volna. Tehát ennek a pandémiának is vége lesz egyszer. Nyilván, hogy most ez mennyi ideig fog tartani, hónapokig vagy évekig, ezt nagyon nehéz megmondani előre, és nyilván kell egy kis idő is ahhoz, hogy a piac helyreálljon. Tehát ez nem fog egyik pillanatról a másikra megtörténni. Viszont az a befektető, aki kellően felkészült, megfelelő forrásokkal rendelkezik, és hát van benne úgymond egy kis tökösség is, tehát mer cselekedni, az úgy gondolom, hogy nagyon jó időzítéssel vásárolhat ezekben a desztinációban, tehát már akár rövid távon, tehát pár év távlatában is az ingatlanának az értéke akár duplázódhat. És ugye itt megint ott tartunk egy nagyon jó kérdésnél, hogy ugye mitől növekednek az ingatlan árak, vagy egyáltalán mi várható ezen piaci körülmények között. Ebben most nem szeretnék belemenni, majd egy másik kérdésnél, de inkább ugye kanyarodjunk vissza az eredeti kérdéshez, ugye, hogy mennyire fontos az időzítés. Rögtön eszembe jutott erről még egy kis példa. Van egy részvénytársaság, akinek az egyik tulajdonosa vagyok, illetve az irányítását is végzem. 2015 körül volt 4 stúdió lakás, amit megvásároltunk, akkor ilyen 8-8,5 millió forint közötti összegbe kerültek ezek a lakások. Azóta folyamatosan bérbe voltak adva, ezek debreceni lakások egyébként, és most egy pár hónapja értékesítettük őket. Pillanatok alatt sikerült eladni 20 millió forintos egységáron, tehát ez azt jelenti, hogy több mint duplázódott, közel 2,5-szereződött az áruk, ami azért úgy gondolom, hogy körülbelül egy ilyen 6-7 év alatt az azért egy elég szép megtérülésnek nevezhető, főleg, hogyha még azt is hozzáveszünk, hogy ezek a lakások folyamatosan bérbe voltak adva. Tehát jó időzítéssel lettek vásárolva, közvetlenül a 2008-as hitelválság után. És ugye, hogy most miért lett eladva? Azért lett eladva, mert úgy éreztem, hogy fent van a piac, közelít a csúcsához, és egyébként is ezek a lakások bérbeadással voltak hasznosítva, és találtam egy olyan lehetőséget a Pilisben, gyakorlatilag egy olyan telket, amire egy olyan 3 lakásos kis luxus, ez alatt azt értem, hogy ilyen saját, privát jacuzzikkal, szaunákkal felszerelt fizető vendéglátásra alkalmas, ilyen fizetőszálláshely típusú ingatlan építésére alkalmas telket találtam, ami beruházás körülbelül ki fog jönni abból a pénzből, ami ennek a 4 lakásnak az eladási árából származott, viszont a bérleti díjbevétele az várhatóan a duplája, triplája, vagy akár még magasabb összeg is lehet. Mellette az ingatlant is úgy gondolom, hogy egy olyan költségvetésből meg fogom tudni valósítani még a mostani magas építőanyagárak mellett is, ami szintén egy plusz értéket, egy plusz profitot fog tudni adni ehhez a projekthez. És akkor ugye megint itt vagyunk egy kicsit az időzítésnél, ez egy olyan jellegű vendéglátó hely lesz, vagy egy olyan jellegű napi bérbeadással működő ingatlan lesz, ami abszolút a természet közelségében van, gyakorlatilag 3 oldalról erdő veszi körbe, rá lehet látni a Pilisre,
teljesen intim, ugye, mint ahogy már említettem, privát wellness résszel, privát jacuzzival, szaunával, tehát egy felnőtt barát szálláshelyek lesznek. És ugye mivel itt a pandémiás helyzet miatt az idegen forgalom, tehát a külföldi országokba való kiutazás, a nyaralás korlátozva van, épp ezért én azt látom, hogy a más hasonló jellegű szálláshelyek iránt nagyon magas lett a kereslet. Tehát egy úgy néz ki, hogy egy jó időzítés most egy ilyen jellegű ingatlant felépíteni, egy ilyen jellegű ingatlanba beruházni, főleg mivel a telket is nagyon jó áron sikerült megvásárolnom, piaci ár alatt, és tökéletes adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen projektet végrehajtsunk benne. Most beszéltünk egy kicsit a bérbeadási célú ingatlanokról, ott van a viszonteladási stratégia is, illetve hát ugye egy hosszabb távon azért azt is említettük, bár én amikor viszonteladási céllal vásárolok, akkor mindig az a célom, hogy viszonylag gyorsan megforduljon az ingatlan. Tehát nem szeretek hosszú évekig benne ülni, amikor is meghozok egy ilyen eladási döntést mégis, sok év tartás miatt, az azért van, mert éppen egy olyan piaci szituáció van, hogy úgy gondolom, hogy magasan vannak az árak, nem várható a jövőben komolyabb áremelkedés, vagy éppen jön egy jobb lehetőség, és azért értékesítem. Viszont alapvetően, amikor viszonteladási céllal vásárolok valamit, akkor úgy kalkulálok, hogy hónapokon belül, ez optimális esetben mondjuk úgy, hogy egy 6 hónapon belül, tehát egy fél éven belül, bizonyos esetekben, amikor mondjuk egy kis telekfejlesztés is benne van, vagy több tulajdonos van, egy bonyolultabb jogi ügylet, akkor ez akár egy évig is elhúzódhat, de optimális esetben egy fél éven belül, hogy szeretném értékesíteni azt az adott ingatlant. Tehát amikor ugye ilyen rövidebb távra tervezel, akkor a piaci trendek nem igazán vannak érezhető hatással a befektetésedre. Egy pár hónap alatt túl sok minden nem történik a piacon. Épp ezért úgy gondolom, hogyha ilyen szempontból nézzük az időzítést, akkor majdnem mindegy, hogy éppen milyen trendbe vagy benne. Mondjuk az egy év azért az már egy picikét necces lehet bizonyos esetekben, de én úgy gondolom, hogyha egy ilyen fél éven belüli átfutási idővel számolunk, akkor ezzel nem kellene, hogy probléma legyen. Egyébként a másik meglátásom, hogy ugye mivel itt az elmúlt években, tehát ugye 2021-től visszafele számolunk egy pár évet, 3-4-5 évet, tehát akik itt korábban vásároltak mondjuk 5 évvel ezelőtt, és most egy nagyon szép profitra tettek szert, egy nagyon komoly ingatlan áremelkedésre, vagy nagyon komoly ingatlan értéknövekedésre a befektetésük által, ennek sokszor nem annyira a megfelelő tudatosság volt az oka, hanem sokszor inkább a szerencse. És most, amikor már várható lassan, hogy fordulni fognak az ingatlanpiaci trendek, akkor bizony, hogyha valaki csak a szerencsére alapoz, akkor nagyon könnyen megütheti a bokáját. Ilyenkor fognak érvényesülni azok az ismeretek, azok a tapasztalatok, amit valaki ténylegesen megszerzett az ingatlan befektetési piacon, vagy bármilyen befektetési piacon. Ugyanis az intelligens befektetők, azok nem csak az emelkedő trendek mellett, hanem a stagnáló, vagy akár az eső trendek mellett is tudnak pénzt csinálni. Oké, na hát a következő kérdés, hogy rövid vagy hosszú távra érdemes inkább bérbeadni, mikor melyik stratégiát érdemes alkalmazni. Nekem itthon Magyarországon elsősorban hosszú távra bérbeadott ingatlanjaim
voltak a múltban. Ugye most említettem az előbb, hogy Pilisben van egy olyan beruházásunk, ahol rövid távon szeretnénk hasznosítani majd az apartmanokat, illetve mivel én Tenerifén, illetve Tájföldön is jó pár éve aktívan ott vagyok, ugye több lakásom is van, épp ezért ezekbe a desztinációkba, mivel főleg turista desztinációk, ezért ott rövid távra adom bérbe az ingatlanjaimat, illetve nagyon sok ügyfélnek, nagyon sok befektetőnek segítettünk kint vásárolni, nekik is rövid távra vannak bérbe adva. Még annyit talán pontosítanék, hogy nyilván, hogy itt említettem az előbb Tájföldöt, hogy azért a pandémia az meglehetősen oda tett neki, tehát bizony az én lakásaim esetén is hosszú távú bérbeadásra kellett átállni addig, amíg ez a pandémiás történet le nem cseng. Alapvetően ugye az, hogy hosszú távra vagy rövid távra adsz bérbe egy lakást, az határozza meg, hogy helyileg te hol fektetsz be. Most egy kicsit kanyarodjunk vissza akkor Magyarországra. Hogyha neked egy budapesti, belvárosi lakásod van, mondjuk a belvárosnál is, azért most már meglehetősen meg kell nézni, hogy hol van az a lakás. Például a Korvin sétánynak a környéke, az 5. kerületnek, 6. kerületnek bizonyos részei kifejezetten alkalmasak rövid távú idegenforgalmi célú bérbeadásra, akkor ott ez egy jó stratégia lehet. Bár itt a pandémia alatt nagyon esett ennek a stratégiának az értéke. Olyan ismerőseim, barátaim, akik rövid távú bérbeadással foglalkoznak, arról számoltak be, hogy itt az elmúlt időszakban 30%-ára esett vissza az árbevételük ezekből a lakásokból. És hát ugye nagyon sok ilyen Airbnb-re kialakított lakás piacra is került itt az elmúlt hónapokban, az elmúlt lassan 1-2 évben. Ezeknek a lakásoknak az értékesítését nehezíti az, hogy ugye nagyon speciálisan lett a többség kialakítva. Tehát sokszor nagy alapterületű lakásokból alakított ki befektetők olyan apartman együtteseket, amik úgy néznek ki, ugye volt egy nagyobb alapterületű lakás, és abból lett mondjuk 3-4, esetenként akár 5 kisebb lakás is, kis saját fürdőszobával, akár saját konyhával, vagy rosszabb esetben mondjuk egy közös konyhával kialakítva. Ezek a lakások meglehetősen speciálisak. Tehát ezek arra alkalmasak, hogy idegenforgalmi céllal bérbead, viszont arra már nem igazán alkalmasak, legalábbis a többség nem, hogy egy család lakjon benne. Épp ezért a forgalom képessége ezeknek a lakásoknak egy kicsivel, vagy sőt, sokszor nem is annyira kicsivel, ez nyilván a piaci szituáció határozza meg, kevésbé forgalomképes, mint egy kifejezetten család vagy egy pár részére lakható lakás esetén. Nincs ezzel probléma akkor, hogyha egy olyan piac van, amikor a rövidtávú bérbeadási stratégia működik. Mert ugye befektetési céllal ezt más befektetők meg fogják venni. Akkor van probléma, amikor az ilyen jellegű ingatlanokra nincs akkora igény, mint például ugye most napjainkban, vagy az elmúlt időszak az egy kifejezetten ilyen időszak volt, amikor nagyon kevés turista jött például Magyarországra, és épp ezért ezeknek az ingatlanoknak a hasznosítása is korlátozott volt. Tehát ugye elsősorban a lokáción múlik, itthon Magyarországon is.
illetve ugye a városon belül is meg kell találni azokat a területeket, amik kifejezetten alkalmasak lehetnek rövidtávú bérbeadásra. Ha egy jó adottságú lakással rendelkezel jó helyen, akkor a rövidtávú bérbeadással általában magasabb profitot ki tudsz szedni, mint mondjuk egy hosszú távra bérbeadott ingatlannal is. Mondjuk egy érdekes dolog, hogy azt gondolnád, hogy mivel ugye folyamatosan újabb és újabb bérlők jönnek a lakásba, ezért az állaga könnyebben romolhat, kevésbé vigyáznak rá. Ezt azért a gyakorlatom megcáfolja. Azt látom, hogy ugye mivel rendszeresen takarítva van, karban vannak tartva ezek a lakások, épp ezért az állaga egész jó állapotban tartható hosszú időkön keresztül. Még mondjuk egy hosszú távú bérlő esetén, ahol a tulajdonos, vagy ne adj Isten, az ingatlan menedzser nem ellenőrzi megfelelő gyakorisággal a lakásnak az állapotát, ott a hosszú távú bérbeadás következtében könnyebben el tudnak használódni bizonyos dolgok, és hát köztünk szólva azért a hosszú távú bérbeadásnál nehezebb is ezeket a állagromlásokat ellenőrizni, mert most mint bemész a lakásba, mit csinálsz, benézel a konyhaszekrénybe is, a WC-be, nehéz ezt így végigjátszani, még hogy így is kéne, azért mégiscsak valakinek az intim szférájába mentél be. Erre egy megoldás lehet az, hogyha kötelezővé teszed a bérlőid részére a takarítatást. Mondjuk két hetente egy kötelező takarítást be kell vállalni. Természetesen a takarítót te küldöd, a rezsibe ennek a költségét általában beszámoljuk. Bár ismerek olyan befektetőt, akinek nagyobb számú bérbeadott lakása van hosszú távra, tehát itt egy tizenvalamennyi, közel 20 lakásról beszélünk, és külön arra a célra úgymond alkalmaz egy takarítót, hogy az ő lakásait folyamatosan takarítsa a megfelelő napokon, és ezáltal a lakásoknak az állagát kifejezetten jó állapotban tudja tartani. Tehát még hogyha ez ugyan egy kis költséggel is jár részére, ami a profitot látszólag csökkenti hosszú távon, ez a befektetés, ez visszajön még akkor is, hogyha nem hárítjuk át a bérlőkre. Azt mondom, hogy meg kell próbálni azért részben, vagy akár bizonyos esetekben egészében áthárítani, amennyiben ez sikerül. Hogyha nem sikerül, akkor akár ezt be is vállalhatjuk.